A Dunaszerdahelyi plébániai Karitász önkéntesei a bevásárló központba érkezők figyelmét felhívták az adakozás lehetőségére. Két nyugdíjas egy-egy táskatartalmát ajánlotta fel. Együttérzés az első, mert tudom, hogyha hiány szenved a család, akkor az biztos, hogy nem kellemes dolog. És a második meg az, hogy tényleg felebarát kapcsolat is, és a emberi iránti való jó érzés. Az embertársaink iránti érzett szeretet az hozott ide minket. Hisszük az evangéliumban, és már ott mondta Jézus, hogy szeressük egymást, és szeresd magadat, mint fele barátodat. Az idén nő a karácsony előtti adományban részesülő családok száma. 200, sőt talán még több családnak is tudunk juttatni, és most már nem csak a Dunaszerdahelyi város területén, hanem a Dunaszerdahely körüli falvakban is 50-60 körüli azoknak a családoknak a száma, akik eddig is kaptak támogatást tőlünk, de ezekből az adományokból nekik is juttatunk, tehát községekre is kivisszük. A három nap alatt 2300 kg tartós élelmiszer és kozmetikai cikk gyűlt össze, ami harmadával kevesebb, mint tavaly. Az ezekből elkészített csomagok karácsonyig jutnak el a rászoruló családokhoz.